Menjünk tovább a kategóriális változókban, ugye láttuk azt, hogy mi van, ha egy darab van, következő lépés, mi van, ha több kategóriális változónk van. Folytonos továbbra sincs a sztoriban, de kategóriálisban egynél több van. Az, hogy kettő van, vagy húsz, az már nem lesz olyan nagy különbség, ahhoz, hogy az elvi gondolatot megértse az ember, a kettő is bőven elég, a több már hasonlóan viselkedik, úgyhogy nézzük azt, hogy van két kategóriális változónk. Mi van akkor, ha őket berakjuk a regressziós modellbe? Az első kérdésem az emberben fölmerül, hogy hogyan kódoljunk. Ugye az előző alkalommal egy kategóriás változónál láttuk a két lehetőséget. Hogy működnek ezek, ha, ha több kategóriás változónk van? A válasz az az, hogy az, hogy mindegyiket ezzel a direkt módszerrel kódoljuk, az nem lesz jó két magyarázó, vagy két, két magyarázó van mindkettő kategóriája és még legyen három kimenete. Mindegyiknek mi történik akkor, ha megpróbáljuk őket berakni ezzel a direkt kódolással? Legyen az egyiknek ABC a három kimenete, a másiknak meg mondjuk UV és VV. Beta U csillag, szor DU, beta V csillagszor D V, igen, amennyire ez látszódott, plusz beta V V csillagszor D V V plusz epsilon. És az a fontos, ezt meg is jelölöm, hogy ez a három egy magyarázó változó, meg ez a három egy. Ugye, a, ugye úgy értem, hogy egy magyarázó változó eredetileg, amit mi szétfejtettünk, vagy kibontottunk dámi változókat tehát persze a regresszió szempontjából ez, ezek így a magyarázó változók, csak nekünk logikailag azt állítom, hogy itt gáz lesz. Nem tudom teljesen, tökéletesen, pontosan elmondani, hogy miért, de azért megpróbálom illusztrálni. Két módon is. Ugye az egyik az az, hogy azt, azt mondtam múlt, legutóbb is nektek, hogy ez így egyben picit olyan, mint ami játsza a konstans szerepét. Na de akkor ez erre is igaz, ez így egyben játsza a konstans szerepét, és ez kicsit olyan, mintha két konstans lenne a modellben. Ez volt a teljesen ráolvasás szintű magyarázat. Próbálok egy kicsit precízebb magyarázatot adni. Ez így azt jelenti, hogy én tudom a fő átlagot. Ugye ez, ez lényegében lefordítottam azt, hogy a konstant szerepét játszol. Hát én tudom ennek a három csoportnak az átlagát, mert úgy, meg igazából a mintanagyságok is kiderülnek belőle, ha most ezt megnézném a, a design matrixban, lényegében tudom a fő átlagot, ide az van írva. Ez a, nézzük most ezt. Megmondom, hogy mi ennek az átlag az egyik csoportnak, az unnak, meg megmondom, hogy mi az átlag a vének. Ugye ebbe ezek kerülnek bele. Na de álljunk már meg. Akkor ez felesleges. Mert ha én tudom, hogy mi az összesnek az átlaga innen, és külön tudom ennek meg ennek az átlagát, akkor ez nem egy becsülendő paraméter, hanem ez egy automatikusan kiadódó valami. Mert ennek csak egy bizonyos értéke lehet a, a, a lehet ennek a, az átlaga azért, hogy megkapjam a főátlagot. Tehát ezt nem kell nekem, és nem is lehet nekem megbecsülnöm az adatokból, mert ez kiadódik kényszerként és szükségszerűen azért, hogy a főátlag az legyen, amit itt tudok. Úgyhogy ez itt most felesleges lesz, és megint ugyanazt látjuk, hogy ha valami felesleges, akkor ez igazából nem csak felesleges, nem is fog működni. Ez is azért félig egy ráolvasásos indoklás volt. A precíz indoklás az, ehhez még valamit tanulni kell, hogy lássátok, hogy miért lesz baj, de azért elmondom, mi a precíz indoklás. Ugye emögött itt van egy ilyen csupa nulla oszlop. Itt van egy csupa 0-1 oszlop, itt van egy csupa nulla 1 oszlop. De úgy, hogy mindegyik sorban pontosan egy darab egyes van. Ha az A, akkor itt van az egyes, ha a B csoportban az adott alany, akkor itt van az egyes, ha a C csoportban az alany, akkor itt van az egyes. Ez mit jelent? Az, hogyha én a három oszlopot összeadom, akkor egy csupa egy oszlopot kapok. Zárójel. Ezért mondtam, hogy együtt játszák a konstans, mert a konstans az egy csupa 1 Na de nézzük most ezt is. 0-1 oszlop, 0-1 oszlop, Így nézve mindegyikre igaz az, hogy pontosan egy darab egyes van minden sorban. Azaz, ha összeadom őket, akkor szintén egy 0-1 egy csupa egy kapok. És ez az, amit majd látni fogunk később. Hogy az nem fordulhat elő, hogy ennek a háromnak az összege ugyanaz, mint ennek a háromnak az összege. De mondom, emögött az van, hogy felesleges információ van benne, ami teljesen haza is vágja a dolgot. Úgyhogy ez a kódolás két változóval már, má, inkább úgy mondom, hogy már két változóval sem működik. Az, hogy működött egyel, az egy speciális eset volt, ami azért azon volt, mert egy változónk van. Azért volt jó, már kettőnél nem jó. Kettőnél több ugyanez. Elvileg lehetne akkor ilyet csinálni, az egyiket így kódoljuk, a másikat meg elven, de a valóság az az, hogy akkor most kaptatok még egy motivációt, hogy miért fordul elő ez ritkán, hogy ilyet használjunk. Használjuk a referencia kódolást, ugyanis a harci helyzet az, hogyha referencia kódolunk, akkor viszont kényelmesen és minden gondolkodás nélkül kezelhető kettő, meg három, meg négy, meg akár mennyi. Ugye mi a referencia kódolás? Az, hogy én elhagyok egy kategóriát, mondjuk az első magyarázó változom, ez ilyen logikai magyarázó változom, mert elhagyom a C-t, ez lesz így az első, a másodiknál pedig csak nehogy azt higgyétek, hogy mindig az utolsót kell elhagyni, most elhagyom az elsőt, sőt elhagyom a középsőt, na is, akkor teljesen szabálytalan, B, ne, nehogy ne, azt higgyétek, hogy valami a mintázat szerint kell, beta úszor D, meg elhagyom a középsőt, marad a beta vevé, szer D, vevé. Bocsánat, itt epsilon csillagot akartam írni, és akkor ide egy sima epsilon írok. És ez így együtt a másik, ahol meg a referencia kategória, most a vélet, mert ugye a referencia kategória mindig az, amit elhagyok. És akkor rendben vagyok. Ez egy kész modell, és erre mondta, hogy ez az, ami teljesen ugyanilyen logikával, szépen akárhány magyarázó változóra ki lehetne, kategóriásra ki lehetne terjeszteni. Mi lesz itt az értelmezés? Egy dologra kell vigyázni. A tengely az most már nem az fogja hogy a referencia kategória, ami eddig volt, mert hát itt is van egy, meg itt is van egy. A válasz természetesen az, hogy a tengelymetszet értelme az az lesz, hogy mennyi a csoportátlag, ha minden kategóriás, magyarázó, változó szerint az ő referencia csoportjában vagyunk. Tehát magyarul e szerint C-ben vagyunk, e és egyidejüleg e szerint meg V-ben vagyunk. Mert ugye akkor ez 0-0, nulla, nulla, kiesik, 0-0, nulla, nulla, kiesik, azt kaptuk, hogy b 0 plusz epsilon, azaz a b-tanul tartalma, az ennek a bizonyos csoportnak, tehát a, a, a C-vesző V csoportnak lesz az átlaga. Ez a tengelymetszet. Mit jelentenek a, az egyes béták? Itt már egyszerűbb a helyzet, mert ugyanaz az értelmezés. A béta az, a, a béta az azt mondja azt mondja meg, hogy ha az első magyarázó változó szerint az A csoportban vagyunk, nem pedig a C-ben, ugye, ami referencia volt, akkor mennyivel nagyobb a csoportátlag. Ugye ez a nagyobb az úgy, hogy ahhoz képest, mint ha C-ben lettünk volna. Béta B, ha a B csoportban vagyunk az első változó szerint, akkor mennyivel nagyobb a csoportátlag, mintha a C-ben lettünk volna tehát ez az értelmezés, ez az értelmezés teljesen ugyanaz ilyen szempontból. Na most ha valaki megkérdezhetné, hogy na jó, de hát nem mondtam semmit arról, hogy e szerint hol vagyunk, amikor én itt arról beszéltem, hogy mennyivel nagyobb. Bocsánat, egy megjegyzés, ugye nagyobb persze lehet negatív is, akkor alatta vagyunk. Szóval visszatérve, nem mondtam semmit arról, hogy e szerint hol vagyunk. úban vagyunk, V-ben vagyunk, V-ben vagyunk. A válasz az, hogy teljesen mindegy. Mert a lineáris regressziónál már azt mondtuk, ha visszaemlékeztek, hogy a, a linearitás épp azt jelenti, az egyik magyarázó változó szerinti érték, vagy egyik magyarázó szerint mennyi a hatás, ha egyen nagyobb, az nem függ attól, hogy a másiknak mi az értéke, mi a szintje, ugye úgy is szoktuk mondani. A válasz az, hogy itt is ugyanez a helyzet, mindegy. Én akár u vagyok a második szerint, akár V-ben vagyok, ami ugye nincs feltüntetve, akár V-ben vagyok, az biztos, hogy ha első szerint C helyett a vagyok, akkor beta a lesz nagyobb a, az átlag. A, ilyen értemben ugyanaz az eltérés. Lehet, hogy maga az átlag más, ha U-ban vagyok, ha V-ben vagyok, meg ha V-ben vagyok, de a különbség, hogyha az első szerint nem C-ben vagyok, hanem A-ban, az mind három esetben ugyanaz. Ezt jelenti a lineáritás. És ugyanígy itt is beta U az azt jelenti, hogy ha nem a V-ben vagyok, ugye itt a V volt a referencia, akkor mennyivel nagyobb az átlag, ha az U-ban vagyok. Mely, melyik értéke van az elsőnek? Teljesen mindegy, mindhárom esetben ez ugyanaz. Jó, és pont végeztünk. Ha, egyetlen megjegyzés. Ha valaki véletlenül tanult ilyet Stat 2 nem biztos, hogy tanult már ezt, ez kevésbé gyakori, de azért előfordult, hogy előjött. Ez, amit itt láttok, ez nem más, mint a két szempontos anóva. Ugye az anóva az egyik, hogy mit jelent, amit az előző előadáson is használtam, ha nagyon szépen akarunk mondani, fogalmazni, ezt egy szempontosnak nevezzük, mert egy változó szerint soroltam őt valahány csoportba. sok csoport is lehetett, de egy változó szerint képeztem a csoportokat. Ezt nevezhetjük volna egy szempontos anóvának, ha szépen akartuk volna mondani. Ez itt, ami azt jelenti, hogy egy, egy vigyázzatok, nem egyszerűen arról van szó, hogy hat csoportba soroltam. Ha egyszerűen csak arról lesz, hogy hat csoportba soroltam, hát akkor lehet hogy egy, hat csoporttal kétszer, háromba csoport, kétszer három csoportba soroltam, és ez nem ugyanaz. És ez nem ugyanaz, pont itt látszik, hogy miért nem ugyanaz. Mert ha ebben a modellben dolgozunk, akkor ez azt jelenti, hogy ha én nem, az, nem a C-ben vagyok, hanem az A-ban vagyok, annak a hatása az ugyanaz ettől függetlenül, a másik változó értéke szerint, másik az értékétől függetlenül. Tehát ez a hat cella, ez nem alakul teljesen szabadon. Ezért nem mindegy, hogy hat cellánk van, vagy kétszer unk Ugye ezt szokták úgy hívni, hogy két szempontos vagy, vagy angolból átvett szóval, hogy azt is szokták mondani, hogy két utas. Egy, picit, egy nagyon picit azért rajzolok hozzá, ez már csak ilyen kiegészítő jelleggel, de kicsit nyakatekertem, mondtam el, akkor most cserébe rajzolok egy picit. Itt van az A, B, C, itt van az U, V, V. v. E grafikusan azt tudnám mondani, hogy ugye itt a C a referencia, itt pedig a V, akkor ide írom a B 0 -t. Úgy értsétek, amit a cellába beleírtam, úgy értsétek, amit a cellába beleírtam, hogy mi az ottani csoportátlag, ugye itt B 0 És ez a modell azt mondja, hogy ha én ehelyett átlépek A-ba, akkor ehhez képest ez beta A töbletet fog jelenteni. Ha átlépek B-be, az béta B töbletet fog jelenteni. Plusz beta A, plusz béta B. Ez azt mondja, hogy ha átlépek U-ba, akkor az plusz beta U, ha átlépek vevébe, az plusz beta vevé. És én azt állítom, hogy ezzel a táblázat kiegészítéssel minden cellát meg tudok mondani. Mert ez mennyi lesz? Beta 0 plusz beta A plusz beta U. Ez mennyi lesz? Beta 0 plusz beta B plusz beta, uh, beta U. Ez mennyi lesz? Beta 0, ugye ott nem csinálok semmit, plusz beta vevé azaz, mind a jelen esetben, ugye most ez 3 x 3 a példa, mind a 9 cellát leírtam egy, 2, 3, 4, 5 darab paraméterrel. 9 cellán van, de csak 5 paraméterem. Nem alakulhatnak teljesen szabadon, és ez az, ami kifejeződik abban, hogy mert megvannak azok az azonosságok, amit mondtam az előbb is, hogy ez azt fejezik, hogy ha béta át, tehát átlépek ide, és ez bétával nagyobb, mind háromban ugyanúgy bétával nagyobb. É, tehát ez valójában egy jóval kötöttebb struktúra, ezért is mondtam, hogy az nem mindegy, hogy valami hatos, vagy jelen esetben kilences, vagy háromszor hármas. A egyetlen utolsó megjegyzés, de ez, ez végképp csak a whitefuel meg már azért eléggé kiment a divatból, de, de régen amúgy a, a, klasszikus statisztika könyvek hosszasan tárgyalták ezt, hogy a, a két szempontos anóvának is van egy még egy alválfaja, amikor pontosan ezt feloldjuk. Tehát nem kötöm ki azt, hogy ha átlépek ába, akkor mindhárom oszlop szerinti kategórián ugyanaz legyen a növekedés. Megengedem azt, hogy az A kategóriába átkerülés hatása, átlépek innen ide, az függjön attól, hogy itt vagyok, itt vagyok, vagy itt vagyok. És ezt szokták úgy hívni, hogy két szempontos anóva interakcióval. Miért pont ez a szó jött elő, na az nem lesz véletlen, és majd nem is olyan túl sokára meg fogjátok ti is a regressziós kontextusban látni, és ugyanazt a szót hallani fogjátok. Ha, e, ha valakit ez érdekel, akkor emlékezzen arra viszont, hogy itt mit mondtam, mert az a dolog, amit ott el fogunk mondani, pontosan ugyanaz, ami itt is előjön, ha ezt akarjuk elérni, hogy a két változó hatása az ne olyan legyen, hogy külön az egyik, külön a másik, és a kettőből összeadódik a végeredmény. Úgyhogy ez felel meg a két anóvának, ha kettőnél több változónk van, akkor az ezzel a logikával és ugyanezekkel az interpretációk, amit mondtam, hogy mi a tengelymetszet, mi az egyeseknek az értelmezése, bővíthető és vihető tovább.